Jó, hagyjuk rajta. Nyisd a szemed, nyújthatod. Egy kicsit érezni fogod. Már kezd. Hangosabban beszélj, mert nem halljuk. Már húzódik le a... Már húzódik lefele a... A szem belső a folyadék, és mindjárt leösszük. És feketébb lesz a pupillája, nem fog kinyitom a fényre. Utána neked... Adod neki a kamerát, vegyem minket egy kicsit. Én meg addig veszem a szemét, adod a kezébe, adod. Igen, fölraktam a csodaszerte ki, és most egy 10 másodperc, és már el is lesz röbülítve, nem sokára. Még hagyjuk föl. Feketé, színesebb lett a szeme. Nézd meg! A pupilla már előkezd, kezd előre. Az azt jelenti, hogy... Na mi a, mit érzel? Mit érzel? Csillogóbb lesz a pupilla. Nézzek, csillogóbb lesz a pupilla. Feketébb lett, feketébb lett. Kitisztult, kitisztult. Ezt mondtam, kitisztult. Szemed. És nem lesz majd piros a szemed sem. Mennyi idő múlva fog jobban látni? Holnapra fogja, ez 3 óra a kémia reakció, de még fog menni. Ez a szematik duzanat le fog menni. Tudja, hogy le fog. De már megkezdve a holnapra már nem fog szúnyorogni a fényben, garanciálisan. Na, mit érzel? Hangosabban kicsit. Eltűnt ez a, ez a folyamatos félelemérzet a látomásaimmal szembe. De még nem fogja látni az eredmény, majd később, 1 óra múlva meg, két este fel. Akkor látja, hogy és mennyireig fog jobban látni? Figyelj, ez 100 éves korára is jó fog látni, mert szemcsatorna dugulás után már nincsen dugulás, így a felgyűlemlet folyadék, ami termelik a csarnok is minden nap, az nem tud felgyűlemlenni, ez télen mindig lehúzódik. Akkor kimegy a melegről a hidegre, akkor lehúzódik minden télen, meg a szem, itt a szemcsatornán. Érzel még valamit? Tudj, öblítsük le. Feketén lesz a pupilla. Öblítsd le, azt mondta, ott a víz. De hogy, én... hogy öblítsd le? Kezded a költözel. Kezded a költözel, és mind a kettő oldalról. Hova költek a mindig. Ott is, meg a másikon, de az a pupilla. Csukra fel, és így. Azért kell, hogy nem pirosodjon be itt alul a hippen. De nem fog bepirosodni, ne aggódj. De feketébb lett a pupilla, innen látom, tisztább lett. Csillogóbb lett a pupillája, ezt nézd meg, színesebb. Ezért mondtam, hogy higgyetek be a tévében. Ehhez egy nagy objektív fényképező kéne, hogy bebizonyítsuk és bevigyük a tévébe. Holnap fogod észrevenni, hogy ő neki add a válasz holnapra, hogy nem fogsz hunyorodni a fénybe, és ennél jobb, és nem kell napszemed, ennél jobban fogsz látni távolra. Nem most, majd holnap fog kiderülni, mert a fény alatt még 3-4 óra kell. Érdekes. Na. Neked is föltegyem? Nem, megvárom az eredményt először. Akkor holnap add a választ, és akkor majd fölhívd el, ha megvárom. Addigra kiderül, hogy lesz-e tűzi játék, úgyhogy a lézer szemeiddel akkor légy szíves, itt a felhőket kergesd el, vagy pedig jövő héten 27-én. Mindegy, holnap adod a választ, azt kész. Cső, köszönj.